Kedden írta meg a The Washington Post, hogy az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség 193 ország megfigyelésére kapott engedélyt, és hát tudjuk, hogy magyarországi intézményeket is figyeltek, magyarországi levelezéseket, telefonbeszélgetéseket is lehallgattak, rögzítettek vélhetően, és ezzel a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága még az előző ciklusban foglalkozott. Úgyhogy itt van velünk Vadai Ágnes, jó reggelt kívánok, a Demokratikus Koalíció ország gyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok. És ön, mint korábban a bizottság vezetője, akkor tud részleteket. Mi árulható el, mennyire volt komoly? Tételesen bizonyítható, hogy Magyarország is a megfigyeltek között volt. Nem az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága végezte ezt a vizsgálatot, hanem egy külön vizsgáló bizottságot hoztak létre az előző ciklusban. A bizottság, amelynek én nem voltam a tagja, de hát nyilván figyelemmel kísértem a munkáját, tavaly decemberben alakult, az Országgyűlés akkor adott mandátumot, és lényegében 3 hónapig működött anélkül, hogy bármiféle jelentést fogadott volna el, és akkor a bizottság alelnöke, az én emlékeim szerint, aki Gulyás Gergely fideszes képviselő volt, akkor azt mondta, hogy hát, hogyha akarja az Országgyűlés, az új Országgyűlés, akkor folytathatja a vizsgálatot. Tehát azért azt gondolom, hogy ha ilyen súlyú ügyben 3 hónap alatt is lehet valamiféle megoldást jutni, hogyha ez nem kampányízű, hanem valóban az a célja, hogy megvizsgálja egyébként, hogy történt-e, ha történt, az szabályos volt-e, érinti-e Magyarország érdekeit, sérült-e vagy valahol Magyarország érdeke. És nyilván hozzá kell tenni, hogy a kormánynak e tekintetben sokkal több lehetősége van információt kérni, hiszen egy sokkal nagyobb apparátus áll rendelkezésére, mint az Országgyűlés bármelyik vizsgálóbizottság. Mit szeretnének most? Ugye Molnár Zsolttól azt hallottuk, hogy jó lenne ismét egy ilyen külön bizottságot felállítani. Az én tapasztalatom azt mutatják, hogy ezek a vizsgáló bizottságok így ritkán jutnak eredménye az Országgyűlésbe, hogyha egyáltalán ugye a kormánypárti többség fölállítja a vizsgáló bizottságot. Nézze, ha tényleg valamit szeretnének vizsgálni nemzetbiztonságilag, akkor itthon is lenne keresni való. Uh-huh. Ez nagyon komolyan azt gondolom, hogy például azt egy olyan vizsgálóbizottságot örömmel látnék, ahol a terrorellátási központ információgyűjtési gyakorlatát vizsgálja az Országgyűlés bármelyik vizsgálóbizottsága, vagy a Nemzetbiztonsági Bizottság, mert hát az közvetlenül érinti a magyar polgárok mindennapjait. Lenne mit vizsgálni, azt gondolom. Ott is, igen, de azt fontosnak tartja, hogy az amerikai megfigyeléssel kapcsolatban folytatódjék valóban a parlamenti vizsgálódás? Nézd, nyilván, hogy ha vannak fölmerült új információk ezzel kapcsolatosan, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes egy ilyen akár új vizsgálóbizottságot is fölállítani, melyik nem, hogy mondjam, kampányízűleg, nem politikailag, hanem nagyon korrekt szakmai módon vizsgálja meg azt, hogy milyen információgyűjtés történt. De még egyszer szeretném hozzátenni, hogy a kormányzatnak e tekintetben sokkal több eszköz áll a rendelkezésére, hiszen sokkal több információt tudta kérni, ráadásul jelen pillanatban, mint ugye a Fidesz kormányon, az összes magyar titkosszolgálat az ő kezében van, és ezek a titkosszolgálatok állnak kapcsolatban egyébként külföldi titkosszolgálatokkal. Tehát a kormány képviselői nyilván sokkal több információ birtokában vannak. Azt is el tudom képzelni, hogy van kormányzati vizsgálóbizottság. Volt már arra példa, hogy a kormány állított fel ilyen bizottságot. De mi lenne, hogyha egyszerűen megkérdeznék az amerikaiak? Jó, hát nyilvánvaló. Volna lehetőség. És a precedens is. Beszélgetés kéne az amerikai partnerekkel, mert az is fontos lenne, hogy az amerikai partner de komolyan megyék a magyar partnereket, itt lehet, hogy azért van némi probléma. Hát meglátjuk, hogyha nincs kampány, akkor lehet, hogy egy ilyen bizottság már annyira nem fontos a jelenlegi kormánynak. Ez elképzelhető, miután még egyszer mondom, tavaly december 10-én fogadta el az Országgyűlés, hogy létrejön a vizsgálóbizottság. A bizottság januártól márciusig ülésezett. Na most azért 3 hónap alatt is, aki tényleg komolyan gondolja a munkáját, nagyon sok mindent el lehet végezni. Azt egészen biztosan meg lehetett volna tudni, hogy volt a megfigyelés, és mire irányult a megfigyelés. De az, hogy még csak részjelentést sem tudott elfogadni a vizsgálóbizottság, mindösszesen egy feljegyzést küldtek meg a házelnöknek, ami hát egy meglehetősen érthetetlen formula ebből a szempontból, mert miért pont a házelnöknek? Igen. Az Országgyűlés állította fel ezt a vizsgálóbizottságot, nyilván akkor az Országgyűlés valamennyi képviselőjének meg kellett volna küldeni ezt a kvázi jelentést, ha csak nem tartalmaz olyan eszeveszett nagy titkot.
Tehát én azt gondolom, hogyha tényleg van valós alapja ennek a megfigyelésnek, akkor ott 3 hónap alatt is ki lehetett volna valamit deríteni, feltéve, hogyha komolyan gondolják azok, akik ennek a vizsgálóbizottságnak a felállítását kezdeményezték. Ezt majd meglátjuk. Mit hoz a jövő? Köszönöm szépen. Én is nagyon minden köszönöm. Jót, viszont hallásra. Szép napot. Vadai Ágnest hallottuk, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét.